Az ország egyik legismertebb divattervezője, szinte kivétel nélkül mindenki ismeri a nevét. Aztán évekkel ezelőtt mégis úgy dönt, hogy mindent felszámol maga mögött, és áttelepíti székhelyét ide, Barcelonába. Itt aztán úgy él, mint egy ismeretlen magyar festőművész, na persze fest is, van olyan képe, ami több mint 1,5 millió forintért kelt el. Egyszerűen nem voltam képes leírni, hogy Zara Winter meghalt. Hát mondom, ez nem halhat meg ez a nő, hát most már ezzel két és fél éve élek vele, hát egyszerűen nem halhat meg. Közben pedig ír, 2019. novemberében jelenik meg negyedik regénye. Ez lesz a generációkon és korszakokon átívelő családregénye, a Zara befejező része. A trilógiáról, írásról és persze barcelonai életéről is beszélgettünk Nárai Tamással. Ez a kedvenc helyem itt Barcelonában, ezt nagyon szeretem. Régen, amikor alapanyagokért jártunk ide, akkor itt a Paseig de Gracián volt a cégnek a központi irodája, akkor fedeztük fel ezt az egész környéket, itt a Diagonál vonzás körzetében. És aztán eljöttünk ide, itt van egy pici étterem is, lehet enni, lehet inni. Ez egy ilyen Gaudi által létrehozott interiőr, nagyon megtetszett, és nagyon szeretem. Én írni csak otthon szeretek. Amikor csend van, nyugalom van, be tudok zárkózni, és a kávéfőző és a laptopom társaságában, mert összezavarnak a dolgok, akkor jön valaki, kérdez, megszólal a telefon, nem? Tehát ezeket én nem tudom így tolerálni, úgyhogy én nem vagyok egy ilyen kávéházi írogatós, meg ilyesmi. De amikor egy-egy cselekmény van, én azért szeretek eljárni sokféle helyre, mert amikor egy-egy ilyen cselekmény történik, vagy keresek a fejemben egy helyszínt, akkor persze eszembe jut. Szabadabbnak érzem itt magam. Az emberi méltóságomnak sokkal jobbat tesz egy itteni klíma, mint egy otthoni, és ezt mindenki a helyére tudja tenni, úgy gondolom. Más a stílus, és más a közeg, ahol itt létezel. Itt, hogyha interjút kér mondjuk a spanyol televízió, akkor egyeztetnek menedzser, sminkes, fodrász, nagy tisztelettudás, bekéri a fordítást, beleolvas, és a többi, és a többi. Eszébe sem jut egy spanyol újságírónak úgy viselkedni, mondjuk, mint például sokan Magyarországon. Szóval, és tisztelet a kivételnek, ahogy ezt szokták mondani, mert azért nem mindenki ilyen, meg ne általánosítsunk, más a stílus, és más a közeg. Meg mosolyognak az emberek, érted? Hát nyilván itt a napsütésnek is köze van ehhez, hogy október közepén még mindig 25 fok van, de más. Egy szóval jobban és szabadabbnak érzem magam. Én magam se hittem el, ezt az egészet nem fogtam fel, még mindig pont tegnap mondtam. Nem éltem én rosszul Magyarországon, tehát félreértés ne essék, de nem voltak olyan szakmai sikereim, mint amilyen szakmai sikereim Spanyolországban vannak. És egyszerűen mentünk a Galifa, és azt mondom, hogy ez egy vegytiszta őrület, hogy mindig nem fogom föl, hogy itt élek, kinézek az ablakon, látom a tengert, köszönnek nekem szemét, hogy ez valami olyan hihetetlenül más lett, és tényleg olyan, mint hogyha egy ilyen kikövezett úton mennénk, tudod, mert ez is meglett, az is meglett, amaz is meglett, szóval mint hogyha előre el lett volna rendezve a sors által ez az egész dolog. Szórakoztató irodalom ez. Én divattervezőként se tudtam taftba meg csipkébe önteni a világ fájdalmát és nyomorúságát, mert attól nem tudtam elvonatkoztatni sose ruhatervezőként is, hogy én akkor vagyok boldog, ha te felveszed a ruhámat, és nem a saját elképzeléseimet próbálom meg ottan delirálgatni jobbra-balra. Én attól tudok olyan jól kiteljesedni, hogy azt a sok szerető energiát visszakapom az olvasóktól, a képek nézőitől, hogy mind szeretettel gondol a szerzőre. És akkor az valahogy szerintem
hogyha ezt ilyen összenergetikai szinten nézzük, akkor az valahogy visszajön. Képzeld el, hogy eredetileg ez a regény, ez az első kiadás vastagabbnak készült egyébként, mert abban le is volt gömbölyítve az egész. És akkor ezt írtam egy éven keresztül. És akkor alig vártam, hogy befejezzem, mert a vége nagyon megterhelő volt, akkor éjjel-nappal, plusz ott táncolt a nyakamon a szerkesztő, mert nyomott, passzírozott, hogy még jobb legyen, még izgalmasabb legyen, még így, még úgy, még amúgy. És már alig hittem, hogy ennek a folyamatnak vége legyen. És azt hittem, hogy majd ott akkor lesz egy ilyen eufória, tudod, hogy na letettem a pontot, elment, elküldtem, jó napot kívánok. És én olyan ürességet éreztem, mikor megírtam, hogy több mint egy évet töltöttem el ezekkel a szereplőkkel. És aztán a második, meg a harmadik már nem volt olyan izgalmas, de én őket megalkottam, tudod, tehát megteremtettem a figurájukat, a jellemüket, a kinézetüket, a magatartásukat, tehát mindent, az egymáshoz való viszonyukat, egy-két plusz jellemet alkottam bele, felidéztem emlékeket, és a többi, és a többi. Vagy egy-két plusz karaktert alkottam bele, és olyan hiányérzetem volt, hogy azonnal leválasztottam az utolsó, nem tudom, 140 vagy 150 oldalt, meg még hozzá valamennyit, akkor gyorsan fölhívtam még a szerkesztőt, hogy bocs, nem ez lesz a befejezése, mert én eldöntöttem, hogy ebből csinálok egy második kötetet. És akkor ezt úgy, olyan kicsit kurtán furcsán abba is hagytam, de akkor utána jött a második kötet, amikor is ugye ez a pár végül elutazik egy Peruba, és de mindegy, nem beszél. Jó. És akkor, mikor a harmadik vagy a második kötetet elkezdtem csinálni, akkor közben arra kellett rájönnöm, hogy de hát hiszen ezek az ikrek élik tovább az életüket, lesz még folytatása. És az is volt, érted, hogy egyszerűen nem voltam képes leírni, hogy Zara Winter meghalt. Hát mondom, ez nem halhat meg ez a nő, hát most már ezzel két és fél éve élek vele, hát egyszerűen nem halhat meg. És akkor döntöttem el, hogy még van egy érdekes vonulata ennek a dolognak, amit érdemes megcsinálni. Hát mondjuk kicsit előre is mentünk az időben, mert ugye abból is következik, hogy látszik, hogy ez egy könyvnek indult, mert ugye az első kötet vagy 60 évet felölel, és aztán utána csak ilyen tízesével lépdelgetünk előre. De mindegy, mert aztán most már a harmadikban tényleg vége van, de jó emlék marad. Ez a Mood Bar. Itt van az, amikor Brian és Andy találkoznak egymással. Ez az a bizonyos bejárat, ahol kiveri a csomagot a kezéből. Ez nagyon érdekes. És ugye itt van egy zöld lámpa, itt állnak meg az autók, amik a Paseo de Gracia-ról jönnek. Ez egy iszonyú forgalmas útkereszteződés. És ugye háttal áll a pasas, beszélget kifelé valakivel az autóba, megfordul, és ennél ebben az ajtón, ezen a padlón üti ki a kezéből a csomagot. Ez az első részben van a zárában. Ez a zárában. Itt ültél, és inspirált a környezet? Vagy hogy jött ez a gondolat, hogy pont ezt a Mood Bart élt meg, ahol ugye bevegyünk? Voltunk itt egyszer, és annyira izgalmas volt az egész környék, és így elképzeltem, hogy egy ilyen egész életet meghatározó szerelmi találkozás, ez mondjuk itt jöhet létre, és tudod, mindig azokban az emberekben, vagy hogy mondjam, gyakran azokban az emberekben leszünk szerelmesek, vagy lesz belőle egy jó kapcsolat, ami valamilyen eszeveszett helyzetből indul ki, nem? Na most hát ez volt ez a helyzet, és akkor lett belőle a kapcsolat. Meg úgy tetszett ez az egész, gondoltam, itt találkoztam. Zarámával lezárul ez a csodálatos trilógia, novembertől mindenki elolvashatja Magyarországon, készül az új regényed. Tulajdonképpen azt mondjuk, hogy most már Nárai Tamás munkásságának van egy fontos szelete az írás, és folyton jönnek majd az új regények. Ebben a baromi inspiráló környezetben, Barcelonában gondolom ez egy elég alapvető. Nagyon fontos része lett az életemnek, annál is inkább, mivel egy ilyen regényen azért egy 5-6 hónapot biztosan dolgozni kell, hogyha nem is éjféltől éjfélig, vagy hajnaltól késő estig, de napi szinten kell vele foglalkozni.
Nagyon szeretem, mert nagyon jó tevékenység, ez is, és a festés is. Tudod, szoktam mondani, hogy ketten vagyunk, a klaviatúra és én, a vászon meg én. És se a klaviatúra, se a vászon nem kritizál, nem mondja meg, hogy jól végzem-e a dolgomat, nem alkot véleményt velem kapcsolatban, hanem egyszerűen csak hagyja, hogy megtörténjenek a dolgok. Kedvenc részem egyébként a Mary Poppinsból az, amikor azt mondják, hogy bármi lehet, hogyha hagyod. Én így vagyok ezzel.